Október 21-én írta meg az index.hu, hogy a kormány a kulturális TAO megszüntetésére készül. Pár nappal később, október 25-én a kormány bejelentette, hogy való igaz, el fogják venni a kulturális támogatást a különböző színházaktól és előadó művészeteket támogató szervezetektől. Tegnap, november 13-án a kormány meg is szavazta, megszűnt a kulturális TAO. Kulturális TAO támogatását még a Gyurcsány kormány idején vezették be, ami láthatóan nagyon pozitív hatással volt a kulturális életre. A Demokratikus Koalíció felháborítónak tartja, hogy megszüntetik ezt a támogatási rendszert, és pár nap alatt beszántották a kulturális TAO intézményét, ráadásul úgy, hogy az érintett szervezeteket erről nem kérdezték meg, erről velük nem konzultáltak. Azt követeljük a kormánytól, hogy ne tegye tönkre a kulturális műhelyeket, előadó művészeket, alternatív színházi társulatokat és a magánszínházakat. A DK szerint a közpénzmilliárdokat nem az ürességtől kongó stadionokba, nem Orbán kedvenc felcsúti akadémiájába kell önteni, hanem támogatni kell a kultúra és a színházak szabadságát. Magyarország és Budapest korábban méltán volt híres a kulturális életéről. A kormány viszont láthatóan azon van, hogy tönkretegye a színházakat és zenészeket. A magánszínházak és az alternatív társulatok nem engedhetik meg maguknak, hogy tovább emeljék a jegyárakat. Számukra a kulturális TAO, a TAO-ból származó támogatás életbevágóan fontos volt. Ha ezt elveszi tőlük az Orbán kormány, akkor gyakorlatilag lehúzhatják a redőnyt. Orbánék miatt színházak mehetnek tönkre, Orbánék miatt a teljes magyar kulturális élet mehet tönkre. Az előadó művészeti szervezetek TAO támogatásának megvonásával kapcsolatban további kérdések merülnek fel. Ha nem a kulturális TAO formájában, de megmarad ez a 37 milliárd forintos támogatás a kulturális szervezeteknek, vagy esetleg az Orbán csomag részeként, ez egy újabb megszorító intézkedésként lenyeli a kormány. Milyen szervezet lesz a felelőse ennek a támogatásnak a szétosztásának, amennyiben megmarad ez a pénz? Ki lesz ennek a szervezetnek vagy bizottságnak a vezetője? Kit bíznak meg azzal, hogy elossza ezt a 37 milliárd forintot? Milyen formában fogják szétosztani ezt a pénzt? Félünk attól, hiszen kormányzati forrásról jól tudjuk, hogy eddig is inkább a Fideszhez közeli színházakat támogatták, félő, hogy a kulturális TAO megszüntetésével egy olyan bizottság áll fel, egy olyan vezetésű bizottság áll fel, amelyik kénye kedve szerint a fideszes művészeket és a fideszes színházakat fogja támogatni. A kulturális TAO támogatását még a Gyurcsány kormány vezette be, ami láthatóan nagyon pozitív hatással volt a kulturális életre. A Demokratikus Koalíció felháborítónak tartja, hogy a kormány lerombolná ezt a támogatási rendszert, és pár nap alatt beszántotta a kulturális TAO intézményét. Ráadásul tette mindezt úgy, hogy nem egyeztetett, nem kérdezte meg az érintett szervezeteket mindenről. Azt követeljük a kormánytól, hogy ne tegye tönkre a kulturális műhelyeket, előadó művészeket, az alternatív színházi társulatokat és a magánszínházakat. A DK szerint nem közpénzmilliárdokat kell önteni az felcsúti utánpótlás akadémiába és az ürességtől kongó stadionokba, hanem támogatni kell a kultúra és a színházak szabadságát. Köszönjük szépen a figyelmet, szabad kultúrát és szabad színházakat!